Hát akkor szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Én a Noémi képét nem akartam ide tenni, már pedig kénytelen vagyok egy kicsit játszani vele. Jó, oké, hát szervusztok, jó reggelt kívánok mindenkinek, itt az én kamerám. Legyetek üdvözölve az Atomkinek a... Ez most nyílt nap, vagy ez... Igen, száll... ez a fizikus napoknak ez a... Ez a fizikus napoknak a folytatása, amit annyira, annyira élveztünk fiatalkorunkban mindig eljártunk az előadásokra. És aztán készülünk uh, lett. Látszik a, a mellékelt ábrán. <laughs> uh, jó, tehát, uh, tehát uh, legyetek üdvözölve nálunk, ez egy rendhagyó séta lesz. Uh, rendhagyó, mert ti ültök, mi, mi sétálunk, de mégis úgy lesz, mintha ti sétálnátok. És ráadásul ez az atomki egyik laborjában, egy magyar laborban, a lajtán túl. Itt hát vagyunk a... Zoli, csak a tisztázás kedvéért, Zoltán most Svájcban van. a, Cerny Na, a Franciaországban a... vagyok, majd ezt mindjárt tisztázom. A Svájc De Nem akarsz minket mutatni engem, meg a Noémit? De igen. Ha a Noémi bejön a képbe. Noémi már meghozta a kávémat, most keres egy De, széket, széket, és be, be Google ide mellém. Én meg... Ah, Tehát igen. a túloldalon, akiket látok, Jabocsász, másik oldal. Noémi és Illási Zoltán, mindketten az Atomakutatóintézet kutatói, és folyamatosan kint vannak a Svájc és Franciaország határán, Genfben található CEN részecskegyorsító központban. Ők fizikusként dolgoznak ott, és a... <coughs> időnként az atomki projektjeit csináljuk. Az atomkinak dolgoznak, és nem az atom kifizeti őket. Ez az jó, jó műsor. és a... ne, ne kívánt, hogy belemenjek a nyugdíjba. <laughs> és amit még el kell mondani, hogy idén 70 éves az atommakutatóintézet és idén 70 nem éves én. a CEN részecskegyorsítóközpont. központ született. Tehát 1954 ben alapították, Igen. így van. A, a napra pontos dolgok, a dátumot nem tudom egyik esetben. Keptember, sem most néztem meg. Az atomki, és a Az atom nem, az atomki hamarabb született, június vagy július, a cern pedig szeptemberben. Tehát itt 1954, gondoljatok bele, most nektek csak annyit mond, hogy régi, de 45 ben lett vége a második világháborúnak. Gondold el, hogy kilenc évvel utána... Erre nekem van egy standard szövegem. Tessék, átadom a szót. Köszönöm. Tehát a standard szövegem az az, hogy a a második világháború, hát most már törít már tanultatok egy páran, tudjátok, hogy ez egy eléggé csúnya időszak volt. A kutatók, az Európában dolgozó kutatók, technológián, fizikán dolgozó kutatók többsége az vagy elment az Egyesült Államokba, vagy nem élte túl a háborút, sajnos, nagyon sokan voltak ilyenek, vagy egy harmadik részét meg egész egyszerűen a oroszok elvitték Oroszországba. És akkor a, a 45 után itt állt meg Európa, úgy, hogy az előző pár száz évben tudományosan és technológiailag vezető pozícióban volt, és most itt volt kisemmészve. És ez egy, egy nagyon komoly dilemmát okozott, már 45 után, amikor megalakult az ENSZ, akkor az ENSZ-nek a... a, a kultúrával foglalkozó tagszervezete, ugye az UNESCO is beszállt ebbe a dilemmának a feloldásába, és létrehoztak egy tanácsot, hogy tanácsoljon már, adjon már tanácsot arra, hogy mit lehet csinálni. És a tanács azt a tanácsot tanácsolta, és itt abba hagyom ezt a rettenetes szóviccet, hogy hozzanak létre egy kutatási intézményt, egy önálló államok fölött üzemelő kutató központot, tömjék ki mindenféle földi jóval, és majd akkor oda mennek a kutatók kutatni, és, és akkor jaj, de jó lesz mindenkinek. Ha ez a modell valakit, valakiben áthallást kelt, például a az ESS-re, ugye ez az a spalációs <laughs> neutron forrásra. Csak bennem, vagy akár, akár a... nem ismerik. Eli, Elire, ami ugye Szegeden is van egy kutatóintézete, ezt most hozták létre, ezt a lézerfizikai kutatóintézetet, akkor, akkor nem téved. Egész egyszerűen nem téved, hiszen ez a modell, ez, ez működőképesnek bizonyult, és, és hát lám-lám, ahogy Beáta is mondta, 70 éve működik. Annak idején három ország pályázott a kutatóintézet helyszínére. Az egyik Nagy-Britannia volt, hát öröktől lekerült a, a, a listáról, mert hát nem volt független, ugye? Ezt azért tudjuk mindannyian. A másik Ausztria volt, Ez kevesebben emlékeznek már rá, 1954 előtt Ausztria nem volt független, orosz megszállás alatt volt, úgyhogy ő is kiesett és a harmadik versenyző Svájc lett a befutó, akinek meg egyébként meg már egészen jó e, tradíciója volt nemzetközi intézményeknek a, az itt tartásában, például az a ENSZET megelőző nemzetek tanácsa, vagy nem tudom, hogy hívták, az itt volt már Genfben. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság ott volt, van e, Lozanban. És a, ráadásul a, szerintem a város leg, egyik legjobb telkét is oda lehetett adni, bocileg rajta. Úgyhogy a lényeg az az, hogy hogy 54-ben létrejön ez az intézet, 12 ország alapítja meg. Természetesen Magyarország nem volt közöttük, nekünk ezt nem engedték. Mi 91-92 körül érkeztünk meg, mint teljes jogú tagok. Ma van 27 tag, ha jól emlékszem, és szépen lassan bejöttek a, a, a volt kelet-európai, vagy hát most is kelet-európai országok. Lett egy csomó megfigyelő tagunk például ilyen Brazília, meg India, van egy halom társult tagunk, ilyen, ilyen semmit mondó kis országok, mint az Egyesült Államok, még Oroszország, Kína, Japán. Úgyhogy gyakorlatilag ez ma már az E betű, a CEN betű szavából, ugye a C az a tanács, a Conseil, vagy Conseil franciául, az E ugye az az európai, ez ma már, ez már nem igaz, mert ez gyakorlatilag egy világlabor, a, az R az a kutatás, a research szóból jön, és az N az a nukleár, tehát ugye a nukleáris kutatási dolgokból érkezne az a betű a betű szóba, de igazából ma már leginkább jaj, de jó. Igen, így meg azt látom, hogy üresek a székek. Ezt magától um, a a igen, igen, én nagyon vigyázok arra, hogy ne integessek a saját kamerámnak, mert akkor az, az is elkezd engem követni. Jó, Noémi, te indulj el, igen, értettem, ért, értek én a jó szóból, értek én a jó szóból. Igen, tehát, hogy összefoglaljam Zolinak a, bocsánat, összefoglaljam Zolinak a mondandóját, a mai nagy kutatóintézetek és nagy kutatási projektek, az mind nemzetközi összefogással történik, mert egyetlen egy nemzet, nem, egyetlen egy ország nem képes Ezeket Kivéve a Egyesült Államok az... és Kína. Ja, hát igen. Tehát alapvetően Véve, inkább, inkább az, a, az a történet, hogy, hogy azért, hogy mindenki labdába tudja rúgni, azért érdemes összefogni. Azért, hogy itt ne legyen kisajátítva semmilyen információ, amit keletkezik, azért érdemes összefogni. Tehát ez, ez inkább előtte van a, a, az anyagi megfontolásoknak. Bár az is látszik, hogy itt Európában azért a, a, az egy európai országok önmagukban azért tényleg képtelenek lennének ezt kifizetni. Kína azért most erős játékossá válik a pályán. Na, csapjunk bele. Amit a képen láttok, ez a Genfi medencének a, a madárlátta, vagy mi az, madártávlatból való képe. Itt hátul látszik a Mont Blanc, ami egy tök jó, tök jó hegy, meg az egész Alpoknak ugye a Mont Blanc környéki része. Itt az egész a Genfi medence, látszik szépen a Genfi tó, a Genfi reptér, aminek a kifutó pályája azért vagy három kilométer, tehát tehát érezhető, hogy itt azért vannak vannak dimenziók. És hát látszik itt az előtérben, nyilván így komponálták ezt a képet, ez a nagy sárga, ez a hosszú sárga, ez maga az LHC-nek az alagútja, látszik még itt egy kis kék is, ez a Super Proton -szinkrotron. ez is termelt egy nobel díjat annak idején, ez csak itt 7 km-t írnak, ez 6 egész valamennyi, és hát ami még látszik a képen, ez a szaggatott vonal, ez Svájc és Franciaország határa, tehát lehet érezni, hogy mi azért ugye ezeket a határdolgokat nagyon nem tartjuk be, és akinek jobb a szeme, az látja, hogy itt van egy ilyen hely, hogy CERN, így fel van írva. Én itt ezt nagyjából most körülhatárolom, ez egy Margit-szigetnyi terület, ez maga a cern a fő kampusza, ami úgy hívjuk, hogy Merani kampusz, mert van egy Meran nevű kis falu mellette. Ennek, ez az, ami az ős ennek a svájci része nyilván csak a határig, ez volt az, amiről beszéltünk 54-ben. és ahogy... Zoli, most te hol ősz körülbelül? A... Mindjárt elmondom, csak hagyj érjek a végére, ez egy hosszú szöveg, Beáta. Na. Köszönjük szépen. A, 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 na. Tehát odáig tartott az ősten, és ahogy, ahogy nőttek a berendezések, ugye egyre ahhoz, hogy egyre kisebb dolgokat vizsgáljunk, egyre nagyobb energiák kellenek, lábjegyzett Döbroly hullámhoz. A, ami a, ahhoz egyre nagyobb berendezések kellnek, és egész egyszer kinőttük azt a területet, Először kaptunk a franciáktól egy részt, aztán le kellett menni a föld alá az SPS-nek a megépítéséhez, és valamikor a 70-es évek közepén megszületett az ötlet arra, hogy egy nagy elektron-pozitron ütköztetőt építsenek, ami 27 kilométeres alagúttal rendelkezik, ezt 89-re adták át, és akkor már megvolt az ötlet arra, hogy pucoljuk ezt majd ki valamikor, és tegyünk a helyére egy proton ütköztetőt. Majd ide várok egy kérdést. Ennek a, ezen az ütköztetőn van négy nagy ütközési pont, azt egy jobban lehet látni, négy nagy kísérlet. Ott van rajta az Atlas meg a CMS, ezek két nagy proton-proton ütköztetéssel foglalkozó általános célú detektorok, és van két kisebb, az ELISZ, ami a nehéz ion ütközéseket, ugye azt is szoktunk itt azért ütköztetni, nem csak protonokat, teljesen lefosztott atommagokat is röptetünk évente egy hónapig, és az ebből kialakuló, nyilván ezt is hallottátok, már a plazmának a paramétereit próbálja meghatározni. Az LHCB az egy ilyen különc, ők nem is úgy néznek ki, mint mi, ugye a többi az mind ilyen hordó, meg akármi, ők, ők csak egy szegmens egy ilyen hordónak, ők a, az úgynevezett békvarkok fizikájával, a töltés és paritás szimmetria értése egész jó dolgokkal foglalkoznak, egész, egész, egész érdekes. Sajnos Magyarország nem tagja annak az együttműködésnek. Na, tehát itt látszik a négy nagy kísérlet, és uh, mi a, igen, meg a hibajel, a mi a Noémivel, Magyarországgal és az Atomkivel a CMS-nek, a kompakt műan szolenoid kísérletnek vagyunk a résztvevői. Kompakt, mert kicsit lehet látni az öntudatos proletárt a, a ezé mellett. Ez nagyjából egy négy emelet magas épületnek felel meg. Az Atlasz az minden dimenziójában kétszer akkora, majd esetleg ide is várok egy kérdést. És hogy hol van ez a, a kísérlet, ugye ez a képen itt van, mélyen Franciaországban, hát innen még egy kilométer a határ, mélyen Franciaországban van, és mi most itt ülünk. Tehát a Noémi már nem, mert ő már elment, de én, én itt ülök az új vezérlőtermünkben, amit egy pár hete, hát még nem adtunk át, mert még a padló se jó, meg is sem működik, de már innen vezényeljük a kísérletet. Úgyhogy én akkor itt, itt adom át a szót a Noéminek. Ja igen, állj, tehát, hogy mi, mi történik ma, a mai menü a következő. Mi uh, lemegyünk, pontosabban Noémi leviszi a kamerát a föld alá, azokra a helyekre, amiket meg lehet most mutatni. Ugye most éppen nyaláb van, én azt hiszem, hogy talán még nekem valahol van is. Stable egy, Beams van. Stable Beams Elvelek. van, de majd mindjárt, mindjárt meg is mutatom. Tehát itt van nekünk az a, az a kép, amin, amin azt lehet látni, hogy uh, hogy éppen mit csinál a gyorsítónk, és a stable beams az azt jelenti, hogy most itt a 100 méterrel a talpunk alatt éppen ütköznek a protonok a, a kísérletben, meg a másik három ponton is. Itt lehet látni azt, hogy a fekete vonal megmutatja, hogy milyen energiája van a protonoknak, most éppen 6,8 tev, az egy protonra jutó mozgási energia, ez nagyjából a nyugalmi tömegének a 7000-szerese, tehát csak, csak úgy jelezném, tehát súlyosan relativisztikus már itt minden, és a piros meg a kék vonal mutatja, hogy mennyi proton van. Ugye lehet látni, hogy szépen fogy el a nyalábból, és amikor már nagyon elfogy a nyaláb, akkor eldobjuk, és betöltjük újra. Tehát ez nagyjából a ciklusunk. Itt jobb oldalt meg az úgynevezett luminozitást lehet látni, tehát az durván fogalmazva azt, hogy mennyire világít ez az egész kísérlet, mennyi, mennyi adatot tudunk gyűjteni, ez szépen jó, magasan van jelen pillanatban, tehát ugye még, még a nyaláb relatíve friss, tehát lehet menni. Na, a Noémi ennek örömére a kísérlet be bel belülre már nagyon nem nagyon fog bemenni, mert hát ugye a sugárzás van, de még ott előtte lehet egy kicsit korincálni. Még egy Én dolgot lehet. mielőtt... Mielőtt átadom a Noéminek a szót, ez az, amit én ma bekészítettem. Ha az LHC-t felraknánk a Debrecen térképére, akkor körülbelül így férne föl. Tehát jó nagy nyúl, a két villamos vonalunk az eltörpül, ugye itt van a két villamos vonal, eltörpül magához az LHC-hoz képest. Igen, jó, hát Beáta, van egy kérdés. A, körkerüle, a körkerülete itt az 27 km, ugye? Igen, nagyjából 27 km, hát a, a, törteket nem tudom, de, de azért az a, a, méret az ennyi. Tehát itt ez kérem ennyi. a fizikusnak készülő kollégát, hogy a bármikor szóljon, hogyha kérdése van. És ja, igen, ezt elfelejtettük mondani, ezt lehet, elfelejtettük ezt mondani, hallani. hogy, hogy hát, hát itt bizony. vagy jó lesz? Ez jó lesz, szerintem maradhat. Én átadtam közben egy, kettő, egy, a szót. Kettő. Okay. Hallunk mindent, mindent hallunk, mindent hallunk. Na, no, egy kérdést, tört. ha engedj meg itt a. Jó, akkor Összön beengedjük a húsát. Oké, mondhatod. Jó napot kívánok. Az köszönöm. lenne a kérdésem, hogy milyen célt szolgálnak a CERN által végzett nagy energiájú részecske köztetések, és miért fontosak ezek az eredmények a részecske fizika és az alapvető fizika ismeretek szempontjából? Itt néhányan köszönöm a komplex. Köszönöm a kérdést, kérdést. a kérdést, uh, uh, igazából én kerültem, mint uh, macska, forró, mit tudom én, micsodát. Uh, kársát. Azt egyébként nem eszi meg, én tudom, van macskám. Na mindegy. A, a lényeg az az, hogy hogy igen, köszönöm a kérdést. Ez egy nagyon-nagyon helyes kérdés, mert mert alapvetően az egésznek a értelmére világít rá. Ugye ahhoz, hogy um, én mindjárt megpróbálom összeszedni ezt a, ezt a fóliát. Tehát a, azt gondoljuk ma a világunkról, hogy um, igen azt gondoljuk ma a világunkról, hogy négy kölcsönhatás üzemelteti, és relatíve kevés anyagi részecske. A kölcsönhatásokat is részecskék csereberéjeként írjuk le, ez ugye ez a kvantumtérelméletnek a sajátossága, és azt gondoljuk, hogy hogy ezzel egész sok mindent fel lehet írni. Meg lehet magyarázni azt, hogy hogyan alakul át az anyag energiává, illetve energiaanyaggá. Van erre egy fizikai elmélet, úgy hívják, hogy standard modell. Ebben szereplő jószágokat pakoltam föl a képre éppen. Tehát vannak az anyagi világot alkotó részecskék. Ugye három osztálya, három generációja van, ebből ezek azok, amiket meg tudunk, ugye ezek építik föl azok, azt a világot, amiben, amit látunk magunk körül, de kiderült, hogy, és ez is már tulajdonképpen a részecske fizikának az érdeme, ugye az elmúlt száz évben, hogy nem egyedül ezek a részecskék vannak, hanem van még két generáció, felmerült a kérdés, hogy van-e több is, felmerült a kérdés, hogy ebbe itt egész nagyok a tömegdifferenciák, tehát ez itt talán a legkisebb, néhány elektron volt, vagy néhány tized elektron volt tömege van, ez pedig a legnagyobb, a 186, azt hiszem, gigaelektron volt. Tehát lehet érezni, hogy van egy, van egy nagyjából tíz nagyságra a tömegkülönbség, felmerül a kérdés, hogy ez miért van, felmerül a kérdés, hogy ezeknek a részecskéknek az egyik belső tulajdonsága az olyan, mint hogyha egy forgásmennyiség lenne, spinnek hívjuk, ezek feles, most maradjunk ennyiben, tehát egyfajta forgásmennyiségük van, és a, közö, a köztük levő kölcsönhatásokat leíró részecskéknek a, ez a forgásmennyisége viszont egész számértékű. Miért van ez? Mi ez a különbség? Hogyan van ez? Hogyan hogyan keletkezik e, igazából négy kölcsönhatás? Hogyan? Egyéb e, problémák is vannak itt a, a, ebben a modellben. Ezeknek a kérdésekre keressük a választ. Hogy Aztán én, én még egy... Rajom, egy, egy, egy egyetlen mondatban, hogy a kevésbé érdeklődők is megértsék, tehát az anyag végső építőköveit keressük, és ahhoz... Arról ma azt hiszük, hogy ezek? Most azt gondoljuk, hogy ezek, de amikről gondoltuk, hogy ezek a végső építőkövek, tehát a tovább oszthatatlan okaszokról később kiderült, hogy de, még lehet osztani. Jelenleg a, ezeket a kvarkokat és egyebeket gondoljuk végső, legkisebb építőelemnek, de ahhoz, hogy ilyen picit dolgokat tudjunk ö, vizsgálni, ahhoz kell az óriási-óriási berendezés. Hát tulajdonképpen ez egy mikroszkóp. Igen, De ugye az, embereknek, az emberek, amikor, amikor ugye most nem, nem, tudom hirtelen feladni azt a képet, amikor, amin, amin ott van nekünk ez a távolságskála, és a, a, ugye valahol középen állunk mi, nagyjából ez az egyméteres nagyságrend az, amit a beépített detektorainkkal tudunk, tudunk mérni, minden, ami ezen kívül esik, akár a nagyobb arányba, ö, irányba, akár a kisebbik irányba, ahhoz valamiféle gyógyászati segélyeszközre van szükségünk. Tehát például, ha nagyobb irányba megyünk, ez könnyebben veszi be az embereknek a gyomra, akkor különböző teleszkópok kellenek, aztán egyre nagyobb optikai távcsövek kellenek, aztán, aztán rájövünk arra, hogy a világegyetem méretű dolgokhoz már a rádiótávcsövek a aztán a bolygóméretű rádió távcső hálózatok jönnek ki, tehát ebbe az irányba egész jól elmagyunk. A másik iránynál is még az eleje rendben van, hogy veszem a kis nagyítót, meg a kis szemüvegem, meg a, meg a kis mikroszkópot a biológia órán, aztán eljön az a pont, amikor már a fényhullámhossza, fényhullámhossza túl nagyjá válik a megfigyelt objektumhoz képest, és akkor le kell menni a hullámhosszal. Ugye ez, amit mondtam, ez a döbrojféle hullámhoz dolog, és akkor lecseréljük a, a fényt elektronra például, ebből lesz elektromikroszkóp, aztán e, megyünk még lejjebb, és hát előbb-utóbb megérkezünk oda, hogy az ilyen 10 a 15 méter nagyságrendű dolgokkal akarunk foglalkozni, és hát bizony oda olyan 10 a mínusz 15 méter méretű megvilágító eszközök kellenek, hát egy, egy ilyen nagy energiás protonnak körülbelül itt van ez a Döbroly féle hullámos, De most már engedem a Noémit beszélni, mert, mert elmegy Igen, az én közben bejöttem, mert, mert elmegy az idő. A beengedő kapon átjöttünk, ami, ami irisvizsgálatos, beengedő kapu és súlymérés. hogy most én megyek a, a, lifthez, és én nem tudom tovább az időt, aztán beszéltek a liftnél. Mert, uh... Jó, köszönöm szépen. Tehát, tehát az az igazság, hogy, hogy a, ugye az előző kérdésre visszautalva azt kérdezte a kérdező, hogy mi a francot csinálunk itt, és igazából én próbáltam abba az irányba terelni a kis beszédemet, hogy, hogy van egy csomó dolog, ami ebből az egyébként nagyon sikeres és nagyon jól működő modellben hiányzik. Tehát például ugye itt a tömegkülönbségek hiányoznak, a Fermion-Bozon kettősségre való megfejtések hiányoznak, hiányzik továbbá például a gravitáció beemelése. Ugye én, én itt három kölcsönhatást, igazából négyet mondtam, mert hülye vagyok, de igazából csak három kölcsönhatásra van ez az elmélet kihegyezve, ugye az elektromágnesesre, a gyengére, meg az erősre. Az erős, ami azért felel, hogy az a atommagban együtt maradjanak a, a proton meg a neutron, leküzdi az elektromágneses kölcsönhatás taszító erejét, tehát ez egy tényleg erős valami, van aztán a az elektromágneses, amiről ugye, hát ami azért felel, hogy nem süllyedek bele az asztalba, meg a székbe teljesen, és a gyenge kölcsönhatás, ami ma éppen ugye áramot termel nekünk a radioaktív bomlás módjával. A Noémi most éppen elindítja a liftet, és mindjárt meg fogunk szakadni vele, de hát a dolgoknak ez a tulajdonsága. Jó, na, és hát van még valami, tehát ugye a gravitációs dolgokról nem nagyon tudunk semmit, ha megpróbáljuk az elméletbe csak úgy a matekkal beleszuszakolni, akkor összedől az elmélet, tehát valami nagyon-nagyon nagy van. Az olyan elméletek, amik be tudják emelni, azok elképesztően bonyolultak, és nem tudnak egyelőre olyan jóslatokat csinálni, ami, tehát legalábbis egyelőre nem tudtak a, a kutatók olyan jóslatokat tenni, amiket úgy itt ezeken a kis gyorsítókon meg tudnánk mérni. De hát ugye alapvetően azért az érdekel minket, hogy látunk-e valamilyen eltérést a, a standard modell által jósolt fizikai megfigyelhető mennyiségek és a mértek között. Ugye ez az, amire most a leginkább gyúrunk, mert hát vannak dolgok, amik, amik talán elérhetőbbek, mint a gravitáció beemelése. Ez például a Fermion-Bozon kettősség. Dolga. Aztán van még, van még valami, ami borzasztóan érdekes. Az egy másik történet, amikor vannak a csillagász kollégák, akik felnéznek az égre, és leteszik a nagy esküt, hogyha látnak egy galaxist, akkor a galaxisnak a fényeloszlásából, tehát ahogy a képen eloszlik a fény, abból meg tudják mondani, hogy hogy oszlik el benne a tömeg, és a fénynek a, ja és persze a tömegeloszlásból tudnak számolni egy forgási profilt. Tehát, hogy hogyan, melyik része a galaxisnak milyen kerületi sebességgel megy körbe a közepe körül. És hát persze ez direkt módon meg is lehet mérni vörös eltolódásból például. És hát sajnos az van, hogy nagyon nem úgy azok az értékek jönnek ki. Úgy tűnik, hogy van egy csomó anyag, van egy csomó valami, ami, amit el kell maszatolni egy galaxis körül egyenletesen ahhoz, hogy, a, hogy kijöjjön a vörös eltolódásban mért. E, e, forgási profil. Ez az anyag nem sugároz fényt, tehát sötét, a sötét anyag. Ez a világegyetemben a általunk megfigyelhető világító anyagnak nagyjából a négyszerese, ötszöröse. És persze a, a, a másik történet, ami, ami továbbra nagyon érdekes, az, má, az is szintén már a gravitáció felé viszi el a, a, a hogy, hogy a világegyetem, ez egy relatíve új megfigyelés, tehát 30 éve, hogy a világegyetem gyorsulva tágul. Tehát olyan, mintha valami belülről szét akarná rugdalni, valami, aminek negatív energiája van. A kozmológiai számítások alapján, meg az általános relativitás elméletben megjelenő kozmológiai konstans alapján ezt valamiféle, sötét energiának tartjuk, amiről fogalmunk nincs, hogy micsoda, de a világétem összenergiájának nagyjából a 70%-át kiteszi. Tehát ha mindent szépen összeszámolunk, akkor oda jutunk, hogy körülbelül a világegyetemben található anyagoknak, és akkor ha most én visszaküldöm ezt a képet, az a, az a ábra, amit itt láttok, ez nagyjából csak a világegyetemnek az 5%-át írja le. Borzasztóan érdekes, hogy mi van a többi fel. Na, ezt csináljuk mi, ezt próbáljuk mi kutatni indirekt módon, mert ennek a direkt kutatásához nagyjából galaxis méretű gyorsítóra lenne szükség, arra, meg ugye nem kapunk kutatási pénzt. Tehát indirekt módon kutatjuk, keressük a pici eltéréseket a jelenlegi, jelenleg munkában levő modellhez képest, és ezeket a pici eltéréseket próbáljuk meg megfeleltetni az elméletek által jósol dolgoknak. De most már tényleg elkukulok, és odaadom Igen, adom, a, itt a most szót. azt a tanulságot levonhattuk, hogyha felteszel egy kérdést egy fizikusnak, akkor végtelen ideig tud róla beszélni. Főleg nekem. Igen. Adjuk át a szót Noéminek. Jó. Uh, nem tudom, hogy látsz, látszik a képem. Ren uh, tehát én lejöttem a föld alá Andrával, uh, kísérőmmel, igen, András, ne felejtsük és, már el a képből. A föld Jó, de most ellen, biztonsági okokból egyedül nem lehet, és van egy nagyon kedves diákunk, aki, aki segít a Noéminek. Ő nem magyar, nem fog látszani a képen, nem fog beszélni, de ott van a Noémivel, hogyha valami baj van, akkor segítsen neki. Jó, tehát amit, amit most látunk, ez az egyik függőleges akna, a balra található a az aknája, amin, amin lejöttünk, Uh, és a legtetején, amivel van egy kis világosság, na az a földfelszíni épület. Tehát nagyjából 100 méterre vagyunk a földfelszíntől, itt azt hiszem 90 inkább, ahol most vagyok. És uh, hogyha picit lentebb mutatom a kamerát. Debrecenben nincs is olyan magas épület, ami, ami felérne innen a földfelszínig. Én alul mutatom azt és a még... térképet, ami a föld alatti világot mutatja igen, és lentebb még, még, van egy szint, mi a mínusz kettőn vagyunk, ami felettem is van egy, van egy szint, és ez az a szint, ott legalul, ahol a detektor lába helyezik el, helyezkedik el, és a, a ami ez a szürke, igen. a szürke, az egy mozgatható fal, és amikor a leállás van, és hozzáférhetünk a detektorhoz, ezt akkor ki lehet húzni, és ez egy nagyon jó Lehetőség arra, hogy itt eltereszteni le nagyobb objektumokat. Mondjuk a már el, Noémi, hogy, hogy ahol te most vagy, az a, az, az úgynevezett szervízüreg a föld alatt, ez folyamatosan bejárható, ide látogatókat is leszoktunk vinni. És ott a, ezen a pici kis átmeneten, amit mutattál, lehet átmenni többek között, tehát vannak még átjárási pontok, a detektorüregbe. Ez az, ami most zárva van, ide mi nem tudunk most bemenni. A detektor ugye itt is hozzá lehet férni, van egy ilyen a harmadik szinten legalul egy ilyen sikán, ahol ö, ember meg egy, talán egy, ö, egy békát át lehet tolni, és van még egy harmadik, ahol csak emberek tudnak átmenni. A béka nem az állat béka, ugye ezt most így mondjuk el. Nem, 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 nem. Ha a ráporkolsz a kocsival, nem jön ki a bele. A, és akkor van két, itt hát három föld alá lemenő akna, ebbe ment le a Noémi, ez talán, ha lesz egy kis időnk a sok szövegeléstől, akkor meg, meg tudjuk mutatni a földfelszínről, és hát ez pedig a kettő között egy 7 méter vastag betonfal, ami azért van, mert a, ez a kőzetréteg, amiben ami vagyunk, ez ilyen kavicsos, mészköves, molasznak hívják erre ez nem tudna megtartani két ilyen üreget, úgyhogy kell középíteni egy ilyen pillért. Ennek meg az a jótékony hatása, hogy nagyon jó sugárzásvédő, ezért a szervízüreg az folyamatosan bejárhatóvá válik. Jó, adom vissza Noéminek a szót. Közben bejöttem az itt levő egyik szobába, bejöttünk, a, ami a elektronikai szoba, és itt lehet, próbálok mutatni, hogy mi minden van installálva. Ezek a kék Valamik, ezek hatalmas nagy szekrények, amiben lehet betenni elektronikákat, számítógépeket például. Ezek mind adatgyűjtésre, vagy adatszűrésre, illetve detektorok tápolására. Például ez egy, ez egy nagy feszültségű tápegység. Tehát minden olyan csúcs olyan eszköz. Itt helyezkedik el, ami, aminek közel kell lenni a detektorhoz, de hozzáférhetőnek kell lenni, vagy nem, nem tűri azt a környezetet, ami a detektor mellett van. Ne felejtsük el, hogy a detektorban van egy 3,8 tsz. erőségű mágnes. Hát még erről nem is beszéltünk, majd mindjárt. Nem kezdik, baj, hogy majd a detektor hogy épül föl. És, és nyilván az ott mágneses tér is van, azt az elektronikák. Meg a sugárzás, kell. meg az, hogy az egész nagyon össze van, össze van pakolva. Ugye van egy csomó olyan elektronika, ami folyamatos tojtatást igényel eh, hozzá kell férni. Nekünk is van ilyen, úgyhogy nem szidom a kollégákat. Eh, hát azt se lehet betenni, mert ugye az embert nem lehet beengedni. De ha már a detektorról beszélünk, akkor azért De, ez egy, egy sem lesz. Egy pillanatra, annyi, annyit, hagy végezek már itt, mert utána felmegyek a mert akkor az életnagyságú detektorképet még meg tudom mutatni. De jó, itt lent én, a föld alatt közben, hogy meg fog... akarom mutatni azt a, azt a mágneses teret. Ugye mi a szerviscsarnokban ja, vagyunk. Jó. Ez itt a beengedő kapu a, a, a kísérleti üregbe. Látjátok, eh, hogy és ott villog látni, a piros, hogy, meg ízé, hogy nem ne akarjál oda bebenni. Igen. Véletlenül se lehet bemenni. Szándékosan be lehet, de akkor leáll az egész 27 kilométeres gyorsító, és mert ez az egész be van kamerázva, nem javasolt jó ötlet nélkül, jó magyarázat nélkül betörni. Zsével és amit akarok... egy, egy express repülőjegyel haza. Másnakra. Amit akarok mutatni, hogy nagyon szofisztikált mágneses detektort hoztam magammal a zsebembe. Ezek gem kapcsok, és itt vagyunk a legközelebb a, a, detektor csarnokhoz, és azt lehet látni, hogyha ugye elkezdem felszedegetni, akkor egymáshoz tapadnak ezek a kis És nem azért, mert koszosak, hanem tényleg itt a, annyi a mágneses tér. Ugye a 3,8 teszláról azt egy lehet tudni, hátrét... hogy nagyjából százezer szer erősebb, mint a föld mágneses tere ez egy borzasztó erős dolog, még akkor is, ha be van zárva az a mágneses tér vasköpenybe, majd mindjárt beszélünk róla, remélem még lesz rá idő, akkor is valamennyi kiszökik belőle, akkor is valamennyi még átjön a, ezen a vasbeton falon, és hát még itt az értékelhető dolog, amit itt láttok, az körülbelül olyan 50-szer erősebb, mint a földmágneses tere, ha jól emlékszem a mérésekre, teljesen ártalmatlan az emberi egészségre, de már azért egész jó móka. Lehet látni a... Igen. Rögtön, rán, Jó. jó, tehát igazából ezt akartam megmutatni itt a föld alatt, és hogyha a detektor... Én, um, én elkezdek beszélni a detektorról, detektorról. Egyszer azért, mert az idő az elképesztően halad, igen, de... és én közben megyek fel a. És te, te föl, de a, ha van kérdés, akkor közbevágtok. Van-e kérdés? Be. Bátorság. Bárki kérdezhet, nem csak aki készült. Nincs? Amíg érik, amíg megérik a kérdés, addig hagyj mutassam már meg ezt a jószágot. Na, én itt le is veszem, csak kicsibe fogjátok látni, az most elegendő lesz. Tehát beszéljünk a detektorról, beszéljünk magáról a mérő műszerünkről mert az ére sem kutya. Ez a, ezt mondtam, hogy ez nagyjából egy négy emelet magas, 16 méter átmérőjű berendezés, ami nagyjából egy ilyen 20-25 méter hosszú. Hát itt egy kicsit más számok vannak, mint amit én szoktam mondani, de nagyjából azért stimmelünk. És hát ebben látjátok, hogy ez nem egy, egyfajta homogén valami. És ennek az az oka, hogy azok a folyamatok, azok a részecskék, amiket megfigyelünk, mint amely, például a Higgs-bozon, ha már ilyen populáris dologról akarunk beszélni, ezek a részecskék nagyon rövid életűek. Vannak, léteznek, lehet őket csinálni, megcsinálni, megkelteni, de elbomlanak pillanatok alatt ilyen 10 a 23-on, 22-en másodperc az életidejük ha még fénysebességgel utaznának is, ugye ami 10 a 8. konméter per szekundum, akkor is nagyjából egy protonnak az átmérőjét lennének képesek elrepülni. Magyarul nem, hogy a gyorsító csőből, ugye kénytelenek vagyunk egy nagy vákumban mozgatni a protonokat, mert pillanatok alatt elnyelődnének a levegőben. Tehát nem, hogy a 4,2 cm átmérőjű gyorsító csőből nem tudnak kijönni, de a protonnyalából sem. Na most akkor jöhet a kérdés, hogy akkor meg mi a francotizmoskodunk itt? Hát azért amikre elbomlanak ezek a részecskék, azért van egy ilyen bomlási képem, azt azért meg tudjuk figyelni, tehát el tud bomlani például az elektronnak a nagyobb testvérére, a műonra, el tud bomlani például a Higgs fotonokra, amik azért ki tudnak jutni, ezeket meg kell figyelni. Ugye mi az, amit meg kell figyelni egy ilyen detektorban, Hát ugye az, hogy merre megy el a részecske, nyilván érdekel, ezért a detektornak az ütközési pontot, ami tényleg itt valahol a közepén van, azt a 4 pi térszögbe teljesen le kell fednie, ezért ilyenek. Egy csomó detektorunk, aldetektorunk az lapos, tehát nem építhetünk gömb alakú detektor, de hordót azt már minden további nélkül tehát tudni kell, hogy merre megy el, mennyi energiát viszel a részecske, erre úgynevezett kaloriméterek szolgálnak, van elektromágneses, ami elektronra, meg fotonra érzékeny, meg van olyan, ami a kvarkokat tartalmazó hadronokra érzékeny, és hát persze azt is tudni kell, hogy, hogy mennyi impulzust viszel a részecske, például egy műon, ami mindenen áthalad és elrepül a detektorból, de hát ugye, ha beteszem egy jó erős mágneses térbe a részecskét, akkor a pályája az impulzusának megfelelően el fog görbülni. Tehát a pálya görbületet lehet mérni, ahhoz egy csomó helyzetérzékeny detektor kell, olyan, ami legbelül az összes töltött részecske pályáját képes mérni, ugye ez egy tracking, ugye angolul egy pályaelem meghatározó detektor, ez szilíciumból épül, detektorokból, a kint, ahova már csak a mionok érkeznek meg, mert ugye a kalorimetriának az a tulajdonsága, hogy megeszi a részecskéket, már amit meg tud enni, ott, ott meg ilyen gáztöltésű ionizációs kamrák vannak, mion detektorok. Tehát például ez, és hát persze, abból, ahogy összeraktuk, abból az is kijön, hogy milyen részecske volt. Tehát, hogy kiszólalt meg, ezt látjátok ezen, a, ezen az ábrán, tehát ilyen módon meg tudjuk azt a négy paramétert határozni, amiből tudjuk rekonstruálni, hogy körülbelül mi történt ott középen az ütközési pontban. Ahhoz, hogy ehhez kellő mennyiségű adatunk legyen, nekünk jelen pillanatban a CMS detektorunkban 120 millió adatcsatorna van. Azt is el kell mondani, hogy ezek a folyamatok, például egy Higgs-bozon keletkezés, az borzasztó ritkán valósul meg. Tehát a, amikor a Higgs-et felfedeztük több mint tíz évvel ezelőtt, akkor nagyjából minden 3000 milliárd proton-proton ütközésre jutott egy Higgs. Na most, hogyha ilyen lagymatag módon dobálnánk egymáshoz a protonokat, akkor soha nem látnánk semmit. Azért el kell mondani, hogy volt egy másik nagyon kemény, nagyon jó gyorsító, ez a Fermilabben Chicago mellett volt a Tevatron, ami az LHC előtt üzemelt, nem nevezném férc munkának, mégsem találták meg a Higgs bozont, pedig energia, energia megvolt nekik, egyszerűen azért, mert nem tudtak annyi ütközést generálni, hogy ebből szignifikáns mennyiségű Higgs bozon keletkezzen. Ehhez kellettünk mi, nálunk másodpercenként 40 milliószor találkoznak olyan protoncsomagok, amelyekben egyenként 100 milliárd proton van, és ebből ütközik nagyjából ez, hogy ezek a sárga pontok a detektor legbelsejében, egy 60-70 a jelenlegi konfiguráció szerint. Aztán majd ez lesz tízszer több egy pár év múlva, de jelen pillanatban ez ennyi. És ebből az adatmennyiségből ugye egy csomó csak szétszáll, ugye csak szétszáll a protonnak a, a belső világa, anyag, energia, energia, anyag átalakulás mélyen inelasztikus ütközés nem történik, csak néhányban, ugye látjátok ezt a kék vonalat, meg a piros vonalat, ezeket ki kell szűrni. Ez egy elképesztő informatikai kihívás. Ez az, amiért nem lehetett megépíteni ezeket a detektorokat 30-40-50 évvel korábban. Itt olyan adatmennyiség keletkezik, amit ha ki akarnék szedni a detektorból, akkor ahhoz a jóisten sávszélessége nem lenne elég. Ha mégis meg tudnám tenni, ma már majdnem meg tudjuk tenni, akkor meg a jóisten a merevlemeze nem lenne elegendő letárolni. Ezt nagyon sokáig még nem leszünk képesek, tehát és így is az egyik legnagyobb adat gyár a világon a CM És hogyha még azt is meg tudnánk csinálni, akkor meg a jóisten CPU mennyisége nem lenne elég ahhoz, hogy ezt az adatmennyiséget feldolgozzuk. Ezért valamilyen módon szűrünk, tehát a 40 millió proton-proton proton csomag ütközésből, mert ugye hát az nagyjából 60-70 szeresse még a, a, az adat, abból az első körben, például az alapján, hogy, hogy kirepülte egy műon belőle, ugye a műonra nagyon érzékenyek vagyunk, és a műon nem összetevője a protonnak, tehát ha azt látom kirepülni jó időben, jó helyről, akkor eléggé biztos lehetek benne, hogy valami olyasmi történt, ami, ami engem érdekel. Egy ilyen, látszik az is, hogy a műanok eléggé lokalizáltak, tehát, a, tehát csak néhány detektor érintett az ő röppályájuk mentén, ezek között nagyon gyorsan lehet adatot cserélni, nagyon gyors adatfeldolgozó egységekkel ma FPGA-kra alapuló ö, ö, egységek vannak, közvetlenül a detektorokra telepítve, pillanatok alatt ledumálják, hogy itt történt valami érdekes, és akkor olvassuk ki a 120 millió adatcsatornát, és itt a fejem fölött levő, jelenleg még csak 15 ezer CPU, de lesz ez még ennek a tízszerese is, ö, arra felpumpáljuk, és egy nagyon durva... Ö, ö, kiértékelést végzünk arról, hogy körülbelül milyen volt ennek a ütközésnek, a, mi úgy hívjuk, hogy szignatúrája, tehát a pofája magyarul, és hogyha az is olyan, ami minket érdekel, ezt hívjuk triggernek, akkor mentjük csak le, hát streameljük ki a, természetesen a számítóközpontba, ahol ezt egyébként szalagra írják. Ez nagyjából 400 megabyte másodpercenként, és a 40 millióból az első körben százezer lesz, a második körben pedig ezer. Tehát nagyjából ezer proton-proton ütközés marad meg a, 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 40 millióból. Ennyi az, ami minket nagyjából érdekelhet. Nem csak a Higgs miatt érdeklődünk, elég sok minden, erről beszéltünk. És ezt streameljük ki a számközpontba, ahol ezt a TIR nullás nevű adatközpontban szalagra írják, majd szétküldik a Worldwide LHC Grid első TIR centrumai felé, amiből van azt hiszem 13 talán a világon, és a ez alatti rétegen, a TIR ketteseken, meg a TIR 3-asokon lehet adatanalízist végezni. Érezhető, hogy ennek a számítástechnikai háttere is gyakorlatilag bolygó vissza a Noémihez. Igen, é, igen a gyakorlatilag letáj, letelt az idő, úgyhogy <laughs> egy zárszót kérünk. Azért még a Noémit hagyd, tegyen már vissza. Eh, ahol ő van, ez most a, a felszíni csarnok, ahol építettük ezt a detektort, és utána bedarúztuk a föld alá. És ahol ő van, az most az nem egy szilárd hely hanem egy ilyen két-három méter vastag, inkább vas, mint beton aknafedlemez, amit el lehet húzni, ö, 20x20 méteres, és ö, alatta van a, a föld alatti üreghez vezető föld alatti, vagy mit tudom én, milyen saft, és ott mögött egy életnagyságú poszterem meg lehet látni, hogy körülbelül mekkora ö, ehhez a döghöz képest. Ha még egy gyors kérdésre van idő, akkor azt várom. Ö, és visszaadom Prost kérdésed van, vagy csak ilyen kacifántos pillanat? Milyen technológiai innovációk születtek, hogy fejlődtek egy szánkutatási tevékenységei során, mert én csak egy egyenlőre a X-et, bozont ismerem. Az nem technológiai innováció. Az nem, nem technológiai, az, 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 kulturális. A technológiai igen, dolgok, csak igen, még pont... be akartam fejezni, hogy még ilyen kutatási eredmények, vagy mint ezek ilyen építőelemek. Tehát itt ketté kell szedni. Egyrészt ugye mi a, az anyag végső építőköveire vagyunk kíváncsiak, ezért egy csomó technikai fejlesztést kell véghez vinni, és akkor eljutunk majd egyre több felfedezéshez. Ezek alapkutatási felfedezések. Ah, és, és még ezt is ketté kell bontani. Tehát régen az volt, hogy a a, ami a centben történik, ahhoz olyan high-tech cucc kell, hogy kicsit olyanok voltunk, mint a Forma egy az autóknál, hogy, hogy mi csomó mindent kifejlesztünk. Rész. Igen, van, mi most fut, mert éppen elerett az eső. A, a, tehát, hogy, hogy nekünk mi vezettük igazából a technológiai innovációt. Ez ma már csak részben igaz, majd elmondom mindjárt, hogy mi az a másik része, amiben igaz. Ma a technológia jelentős része azt, azt mi is átvesszük, tehát például az informatikát azt nem találjuk ki, hanem átvesszük. Például a, a deep learning algoritmusokat azokat nem mi fejlesztjük, hanem igazából ma már nagyon fejlettek, átvesszük lassan a, 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 mesterséges intelligencia dolog is beszivárog hozzánk. E, úgyhogy ez például ma már nem egy vezető szerep, igazából felhasználók vagyunk. Van viszont egy másik rész, ahol még mindig technológiai vezető szerepünk van, ilyen például a medical, tehát az orvosi dolgok, ahol az orvosi képalkotásban, ugye például a PET kameráknál, majd erről Molnár Jóska fog talán beszélni, a PET kameráknál e, ott tulajdonképpen ugyanaz a fizikai folyamat van, mint nálunk az elektromágneses kaloriméterben. Sőt, mi több, igazából ami nálunk fejlesztés, az előbb-utóbb lecsorogoda is. Tehát ez a teljesen digitális PET például, az is nagyjából tőlünk érkezik. És a másik része pedig ennek a, a, az orvosi, ugye a, a rákgyógyászati dolgok, a nukleáris terápiák például, ahol egyértelműen gyorsító alapú ma a, a a, a, az orvosi munka, ezekhez igenis tőlünk jönnek a fejlesztések, az egyre kompaktabb, egyre jobban irányítható, egyre jobban működő gyorsítók, ezek bizony, bizony ebből a tudományszegmensből jönnek, és hát van a, majd az továbbítás, majd egyszer majd elmondom, hogy hogy ott lesz a, a, a legújabb nagy túranás. Közben Noémi visszaért hozzánk. Közben itt a, a tanárnéni a jelzi, vezérlőt. hogy el kellene indulniuk, Hát mi micsoda szomorúság. Így. Egy dupla no, órát kell, hogy tartani. Így van. Nem, nem tudok zárszót most már, ne. csak a vezérlő. És ja, mert onnan hallod. Vagy. Ja, jó, jó. Oké. Okay. Jó. Hát a jó. próbáltam mutogatni. Igen, tehát érzitek, hogy itt ez a 45 perc, ez erre azért meglehetősen kevés, hadarni kellett egy kicsit, ott, amit látok, az itt már most történik a detektorban egy ilyen ütközés. Látjátok esetleg az időpontot is hozzá. Tehát ez, ez, ez most van. A Akkor én még zár, tényleg zárszóként annyit szeretnék elmondani, hogy akit ez részletesebben érdekel, az nyugodtan elutazhat Svájcba, Genfbe. Kérjed ezt szülinapi ajándékét. Én inkább azt mondanám, hogy mivel ez azért, hát hogy is mondjam, nem a legolcsóbb történet, én azt mondanám, arra bátorítanám az iskolát, meg az iskolákat, hogy ilyen virtuális sétákat tudunk szervezni, nem feltétlenül kell 45 percbe tartania ennek, általában... Tehát órás és... is. Lehet, de akkor nem, nem több lehet. kávét készítek be magamnak, de alapvetően a, a, nekünk ez a, ez a public outreach dolgunk, ez, ez egy, ez egy futó projekt, évente nagyon sok ilyen vizitát csinálunk, nem csak magyarul. Nagyjából 40-50-60 vizit van évente. Jó, Zoli, Erre lehet jönni, a... lehet minket keresni, és akkor, akkor mi hajlandók vagyunk jönni. Jó, Igen. örültem, hogy találkoztunk, és hát remélem folytatjuk. Beáltalában folytatjuk csütörtökön, Így van. veletek pedig bármikor. A, ugye ezt mondtam, hogy ezt rögzítettem, ki fogom tenni a, a YouTube rám sokára, beáltának elküldöm a, a különböző linkeket, és Így akkor van. ő pedig továbbosztja az iskolának. Így van. Jó? Köszönjük szépen. Örültünk, hogy itt voltunk veletek. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.